Kerekecske gombocska, volt egyszer egy dombocska. Száztizenegy elsős négy osztályban kezdte meg az idei tanévet a Tolnai Általános Iskolákban. A nevelési év elindításában a pedagógus létszám összeállítása adott több feladatot. Egy kicsit nehezebben indult az átlagosnál, és ennek a legfőbb oka az volt, hogy több kollégánk gondolta úgy, hogy nem az intézményünkbe folytatja. Egy részük ugye nyugdíjba ment, most a felmentési idejüket töltik, van, aki másik intézményben folytatja a pedagógus munkáját, és nálunk is több pályaelhagyó is volt. Az ő pótlásuk nagyon nehéz feladat volt, júliusra a tanítónéniket sikerült maradéktalanul helyettesíteni új kollégákkal, viszont a szakos ellátottság okozta a nagyobb kihívást, főleg matematikából, fizikából, testnevelésből, így az utolsó hétre sikerült mindenkinek kiosztani az órákat, tehát szerencsére el tudtuk jól indulni. Az intézmény és az itt dolgozó munkatársak az oktatási nevelési munka mellett szakkörökkel, tanórán kívüli foglalkozásokkal, tablet, számítógép és interaktív tábla bevonásával igyekeznek színvonalas képzést biztosítani. A fókuszban azonban továbbra is a gyerekekkel való szoros kapcsolat kialakítása áll. Mi a jó a suliban? A tanulás meg a sok játszás. Nekem itt az iskolában legjobban tetszik az, amikor itt bent játékos feladatokat csinálunk. Nagyon sokat változtak a gyerekek, nagyon sokat változtak a szülők, és azt gondolom, hogy ez a szakma, mint sok minden más, óriási nagy rugalmasságot és alkalmazkodó képességet igényel, hiszen a 21. században a gyerekeknek is és a szülőknek is mások az elvárásaik és az iskolával kapcsolatban. Nagyon felgyorsult az életünk, és ez nem csak bennünket tud feszíteni, a gyerekek is sokkal mozgékonyabbak és sokkal impulzívabbak, mint régebben. Tehát a régebbi módszerek már nem úgy működnek, tehát őket sokféle módszertannal és különböző technikákkal kell lekötni, hogy a figyelmük tartósan oda fókuszáljon, amit szeretnénk nálunk elérni. Személyes kontakt jelenlétnek, az ölelésnek, a beszélgetésnek sokkal nagyobb jelentősége van. Változásokkal indult a nevelési év a tolnai óvodákban is. A tavalyi októberhez képest körülbelül 40 gyerekkel lesz kevesebb idén. Az egyik legnagyobb változásunk az intézményünkben, hogy a 17 csoport helyett 16 csoporttal fog működni az intézményünk. Ez ugye adódik abból is, hogy kevesebb gyermek van Tolnán, illetve abból, hogy az idei évben nagyon sok olyan gyermek van, aki ilyen november után és márciusig tölti be a harmadik életévüket, és ezek a szülők nem biztos, hogy hozzák, mert azoknak a gyermekeknek majd csak 24 szeptemberétől lesz kötelező az óvoda. Az óvoda a nevelői létszámot igyekszik biztosítani a zavartalan működés érdekében, de változásokkal itt is számolni kellett az intézmény vezetésének. A tavalyi évben 3 kolléganő elment nyugdíjba, illetve 3 kolléganő jelentette be, hogy babát vár, aminek ugye nagyon örülünk, de az ő hiányukat azért nehezebb pótolni. A 2 kolléganő, aki várandós, az ő helyükre majd csak október közepétől tudok felvenni pedagógust. Hogyha nem jelentkeznek az álláshelyre, akkor már fölvettem volt kolléganőkkel a kapcsolatot, és ők szívesen visszajönnek aktív nyugdíjasként dolgozni. Noha adódnak technikai nehézségek, az óvoda dolgozói továbbra is a játékos, kreatív nevelő munka magas színvonalú ellátását tartják szem előtt. A mindennapokban a fő hangsúly a játékba ágyazott nevelésre kerül. Az egészséges életmód, a kézműveskedés, a nemzetiségi német hagyományok ápolása és a környezeti nevelés egyaránt szerepel az egyes óvodai egységek profiljában. Mi is érezzük a nehézségeket azért, ugye, hogy más lesz már a családokban a nevelés, más alapokkal érkeznek meg a gyerekek, tehát itt is egyre többet kell, és főleg az érzelmi nevelésre fókuszálni. Ugye ez az online világ, a számítógépek világának van egy pozitív, meg egy negatív hozadéka is, ezt próbáljuk mi áthidalni. A tolnai iskolák és óvodák egységei továbbra is jó kapcsolatot ápolnak a szülőkkel, és a gyerekek nevelését közös feladatnak tartják.